Sziasztok, Gage vagyok, és egy unboxing videóval jönnék nektek. Posta meghozta a megrendelt repülgép modellt. Most már elárulom, hogy ez egy AN225-ös Herpától, egy a 400-as fém modell. Úgyhogy lássunk is neki. A feladó az jó, becsomagolta, hál' Istennek. Csak nem tudom, hogy hogy sikerült neki. Bár ez lehet, hogy az eredeti herpás csomagolás. Nem tudom. Bocs, a plasztik hangok. Ez ilyen. Próbálom úgy kiszedni, hogy a dolog se sértsen meg. Na, sikerült kiszabadítani. Itt van Antonov 225. És ugye mindjárt van benne egy kis reklám is, mert ugye ott van még a katódarú is, meg az alasztomos generátor is, már ugye a felirat, hogy virágrekord súly, itt tudom én, 187,8 tonnás súly. Na hát egyébként hol van ez? Hol nyílik? Ja, ezt igen, ezt előtte egy föl lehet nyitni, és akkor ott a leírás a AN225-ösnek, ami RIA. Ugye, ami oroszul, ha jól emlékszem, álmot jelent, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, mert hülyeségeket sem akarok beszélni. Dobozt lérakjuk. Ugye maga a modell, ugye ahhoz képest, hogy egy a 400-as, hát elég baszott nagy, vagy baromi nagy, elnézést a kifejezésekért. Ezt is lerakjuk, és akkor megpróbáljuk úgy szépen kivenni. Már ha sikerül, annélkül, hogy letörnék róla valamit. Jól van, sikerült. Tehát itt van ő nagysága, szószoros értelmében. Hatalmas. Tehát így megmutatom. Ugye itt van a hátulján a Burán. Meg itt is, ugye a Burán űrsiklónak a rögzítésére szolgáló pöckök. Ugye ez az egész AN225-ös, ez úgy működik, hogy ugye természetesen a szovjeteknek nem volt jó az imperialista keret Boeing 747-es, amivel ők szállították a űrsiklójukat. Ugye aki most megütközött az a nagy imperialista keret, annak mondom, hogy Oroszország volt Alaszkától egy tengerszoros választjel, sőt annó Alaszka Oroszország volt, úgy vásárolták vissza az amerikaiak. Tehát az oroszoknak Amerika az kelet. Mindegy, tehát nézőpont kérdése. Ugye itt a két rögzítőpont az állványnak. Ugye maga a modell gyönyörű, nagyon szép, nagyon jó a tamponozása, tehát még az e-mail cím meg a telefonszám is olvasható, csak nem tudom, hogy a kamera rá fog tudni zoomolni, vagy az én fejemre zoomol inkább. Na, valami úgy. Hát nem tudom, hogy annyira látszik a felbontás miatt, hogy ott van a telefonszám, meg az e-mail cím, meg ilyenek. Ugye magáról a repülőgépről ugye látszik, hogy ez egy AN124-es meghosszabbítva, plusz két hajtóművel, ugye, illetve a Buran űrsikló miatt osztott vezérsíkja van. Maga a gép 250 tonna hasznos súlyt tud szállítani, ugye, ami nem kevés. Ugye az orrát fel lehet nyitni. Ugye ennek az egyetlen egy jelenlegi darabnak, mint látjátok, nincsen itt hátul. Bocsánat, hogy szenvedek, csak nehéz. Tehát ennek itt hátul nincsen rakodó rámpája, mint az AN124-eseknél, egész egyszerűen súlyt spóroltak vele. Plusz ha megnézitek a futóművet, akkor ez itt 6, meg az azt hiszem 7 párkerék. Igen, az 7 párkerék, tehát összesen 14 párkeréken gurul a gép. Ugye hát az orrfutó az csak a kormányzás miatt van, ugye itt is elvileg az utolsó 3 pár az fordul. Csak úgy érdekességképpen, basszus, nehéz egy kézzel fogni. Csak úgy érdekességképpen demonstrálva a méreteket, ugye mind a két modell egy a 400-as, bocsánat. Tehát most vannak egy távolságban egymástól így. Vagy akár csinálhatnám azt is, ha nem lenne ilyen rohadt nehéz. Tehát ugye Malév 767-300. És alárakva az Antonov 225-ös. Tehát még egyszer mondom, mind a kettő egy a 400-as modell.
Hát tehát na, nagy, de ezt eddig is tudtuk. Ugye az AN225-ösből ez az egyetlen egy példány van, illetve az ukránok most fotózzák össze a másik félkész példányt. Kíváncsi vagyok, hogy bármikor elkészül-e. Mert elméletileg el fog készülni, de gyakorlatilag majd látjuk. Hát ugye sok részlet nagyon nincs rajta, mondjuk a szárnyon látszik, hogy nagyon szépen meg vannak csinálva a flap. A áramlásrontólapok, vagy fékszárnyak, vagy nem is tudom, hogy éppen aktuálisan hogy hívják magyarul. Hogyha tudja valaki, hogy mi a normális leírás a magyarul, a normális neve magyarul a flapsnek, akkor azt úgy nyugodtan leírhatja, hogy azt nézem, hogy az Antonov Airlines-nak a logója is nagyon szépen ott van a vezérsíkon. De hát gyönyörű gép, nekem nagyon tetszik. Ide lesz fölrakva a monitor fölé, ugye a Boeing 767-300-assal egyetemben. Csak hát egy kicsit kicsi lesz mellett a 767-es. És még itt is itt van egy Antonov Design Bureau, vagy egy Antonov tervezőiroda. És ugye szép 6 hajtómű, ugye ott van a regisztrációs száma. UR820-60, ugye azért a Herpa logó nem hiányzik az aljáról. Ugye itt van, ugye a Phoenix-es 767-300-asnak is ott volt az alján a modell. Ugye gyönyörűen látszik az osztott vezérség, ugye a szárny felülete is látszik, hogy hatalmas. Nekem nagyon tetszik ez a gép. Ugye amiért azt mondtam, hogy ez egy kicsit különleges, hogy ezt az 1-400-as fém modell már nem gyártja a Herpa. Tudom, hogy az 1-500-ast tavaly adták ki az évfordulóra, de az 1-500-as másik fele meg az, hogy műanyag modell. Én meg valahogy a fém modellekbe vagyok belebuzulva, ugye a vasútmodellezéssel amikor foglalkoztam, akkor sem véletlen volt, hogy a Trix modelleket választottam inkább, mert ugye azok fémből voltak, és ez be is bizonyította magát, mert ha itt megnézitek mögöttem ott a polcot, akkor pont ezen a polcon volt egy mozdony, ami onnan leesett, és igazából azon kívül, hogy az áramszedőt ki kellett rajta cserélni, semmi baj nem volt, hogy én ez mondjuk egy rokkó mozdonynál, ami műanyag, ezt lehetett volna a kukába dobni, tehát én maradok továbbra is a fémmodelleknél. Nem tudom, hogy lesz-e még repülőgép modell, ezekre is eléggé kiakadt az asszony, aztán hát a pénzügyminiszter, ugye ő, és mindesetre ennek a gépnek nagyon örülök, nagyon szép a kidolgozottsága ahhoz képest, hogy 1-400-as. Azért ebből a gépből az 1-200-as az már erőteljesen túlzás lenne szerintem, úgy méret alapján. Mutatom még egyszer az alját. Egy gyönyörű modell. Fel is rakom a helyére. Csak ez így itt nem fog elférni. Hát, vagy úgy, hogy még egy picit. Hát, necces. Tehát úgy az első hajtóműve van fönn, vagy az első futóműve van fönn, az orra már lelóg. Na, köszöntöm szépen a figyelmet, ez volt a Herpa 1-400-as fém Antonov 225 unboxing. Ha tetszett a videó, akkor az szokásos comment, like, share, ha nem, akkor pedig írd le, hogy mi nem tetszett, illetve hogyha fasságokat beszéltem a géppel kapcsolatban, akkor azt légy szíves, írjátok meg nekem. Azt mondja, itt egy kicsit rendet rakunk, visszarakjuk a malévgépet is a helyére. Úgy, és akkor úgy, de hülyén néznek egymás mellett. Na mindegy, köszöntöm szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok!